Na, sziasztok, és Zsombály vagyok, és érkeztünk egy következő videóhoz, amiben Mester MC-n murderözni fogunk. Nem. Amiben Mester MC event lavolozni fogunk, ugyanis rosszul mondtam. Rip. Szóval igen, ez lenne a mai tervünk, és ezt úgy gondoltam, hogy sima videó formájában megcsináljuk. Tegnapi live nagyon tetszett, ugyanis tegnap volt a live-on, mert ez a videó szerintem még ma felkerül, még ma a délután folyamán. Úgyhogy ja, a tegnap esti live az nagyon tetszett, egy 3-4 órát ott pörgettük veletek, és igazából nagyon jó volt, nagyon élveztem, úgyhogy ismét szeretnék így a nyaralás előtti sima videókat gyártani, illetve hogy visszajönni a YouTube-os életbe, igaz, mert nagyon hiányzott az elmúlt két hétben. Úgyhogy ma event laborozni fogunk, ugye ez a legelső rész lesz, ebből is csináltunk igazából sorozatot, hogyha esetleg sima részből támad kedvünk. És azt ezt szeretném mondani, hogy most már eléggé nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy tudok menni a Mind Show-ra. Így skacok, mindenféleképpen, hogyha van kedvetek, gyertek, a leírásban rakom a videót, csináltam belőle videót is, és ott lesznek információk. Úgyhogy augusztus 5-6, ha minden igaz, akkor tudtok velem találkozni, mert én is meg tudom oldani, hogy ott legyek, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel. Ne is húzzuk tovább a szót, akkor kezdjük az event labort, ugye azért gondoltam, hogy azt is, ezt is ezzel is elkezdünk játszani, ugyanis ez az egyik kedvenc minigémen a TNT Run-on kívül, és elég sokszor nyerünk benne, úgyhogy szerintem, hogyha összejön egy 12 ember, akkor simába meg is tudjuk valósítani ezt, hogy megint nyerjünk csak videóban. És be is jöttünk az egyik arénába, ahol már 8x12, sőt már 9x12, szóval valószínűleg össze is fog gyűlni ez a 12x12. Úgyhogy akkor mindjárt jövök azzal a hírrel, hogy mi is lesz a három minigém, amit játszni fogunk itt ezen a pályán. Na, itt is van már ez az okos Tóbiás, és akkor írogat nekünk itt egyfolytában, üdvözlégy, így indulj sorstársad, ahogy jobbat vártam, de biztos vagyok benne, hogy te is megfelelsz, hehe. Nézzük meg, mit tartogat nekünk a szerencsém ára. Nézzük, hogy mi lesz a leges-legelső. Luffy harc lesz a leges-legelső, a második az apokalipszis, illetve a harmadik az malac verseny. Jó, hát a Luffy harc nem rossz, apokalipszis kicsit nehezebb, a malac verseny, abban pedig jók vagyunk, úgyhogy lehet, hogy meg tudjuk nyerni. A chat be lett kapcsolva, nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Itt is vagyunk a Luffy harc, és akkor ki is választjuk, hogy itt melyik TNT-ket üssük ki előre, hát mivel ugye felettem vannak, ezért valószínűleg, hogy ezeket fogom legelőször, és utána pedig szaladgálunk össze-vissza. Na, akkor szerintem vágjunk is bele. Rendben, egyelőre szerintem elsők vagyunk, és az előbb meg is lestem, igen, elsők vagyunk. Még néhány TNT azért még van, tehát itt alaposan körbe kéne néznünk még mielőtt ezeket lövöldöznénk. Ott van egy pár, ott van még egy pár, akkor szerintem itt be is, szerintem be van biztosítva az első helyünk itt. Nem tudom, hogy most előre elszpoilereztem, vagy túlságosan menő volt, amit mondtam, de szerintem eléggé be van biztosítva, és nem is tudják, hogy mit kell lőni szerintem, mert annyi TNT-t hagytak itt, hogy az hihetetlen. Mint látjátok, ott is tele vannak még TNT-kkel. De ha nincsen már több TNT, akkor meg ugye elvileg okosabb, hogyha csak a izéket lőjük, ezeket az arany cuccokat, mert azok meg több pontot adnak nyilvánva. És hát gondolom, mert más anyagból van, a többi mind wool-ból van ugye, miből? Azt sem tudom már mi, az gyapjúból van, az meg aranyból, szerintem az többet ér. Igen, kettő pontot ér, a gyapjú az meg csak ugye egyet. Oké, meg is az első hely, úgyhogy jöhet a következő, ami az apokalipszis. Ha esetleg nem tudnátok, itt meg az a lényeg, hogy úgy kell elkerülni a TNT-ket, hogy minél kevesebb sebzést kapjuk, és aki értelemszerűen a kevesebb sebzést kapja, kevesebb kapott sebzést, az lesz az első, úgyhogy akkor kezdjük is el futkorászni. Jaj, nagyon nehéz igazából, mert nagyon figyelni kell rá, hogy felettem oldalt mennyire jönnek bombák, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon figyelek rá, hát már most 51-et szedtünk be, szóval szerintem én itt nem leszek helyezett, de még bármi lehetséges igazából még ebből. Oh my goodness! 84. 84 a kapott sebzés, 90 a kapott sebzés, itt a picsámba jött egy, véletlenül. Már elnézést a kifejezésért. Ah,
Rendben, még van 25 másodperc, és egyelőre mi vagyunk az elsők. Jaj, de sokat kapok mostanában, nagyon sok jön. Elmegyek inkább arra. Inkább megfordultam. Rossz ötletnek láttam. Jó, sokat kaphattak a többiek, mert már elég régóta első vagyok, úgyhogy szerintem meg is csináltuk, úgyhogy a másodikban is elsők lettünk, ez tök jó. És akkor jön a harmadik, ami a malac verseny, aminek az a lényege, hogy ide szépen lejövünk, és hogyha az almára kattolunk, itt lesz az inventoriban. Ha az almára kattolunk, az azt jelenti, hogy visszadob az elejére, ha meg a smaragdra, akkor meg egyfolytában megyünk ki a végig, és aki legelőrébb húzza a malacot, na, az nyer. Úgyhogy csak a smaragdra szabad kattolni, mert hogyha az almára kattolunk, akkor az azt jelenti, hogy teljesen az elejére dob vissza. Úgyhogy én értelemszerűen csak a smaragdra próbálok figyelni. Ne, vissza az elejére! Hát ezt elrontottuk, de mindegy, az a lényeg, hogy szerintem... Mi? Ja igen, mert itt... másodikok lettünk. Nem baj, a következő az tuti jó lesz. Na, meg is vagyunk 10, úgyhogy megnézzük, hogy milyen játékokat kapunk, most már lehetne igazából PvP harc is. Illetve még ami úgy a kedvencem, az még ez a malac verseny volt. De ezt az a gond, hogy azt is elmondottam az előzőbe. Na mindegy, harc PvP, PvP harc, nem tudom. Aranyvadászat az nem rossz, aranyat kell kiütni. Blokkzúzó, milyen gyorsan tudsz blokkot kiütni, minél többet. Paintball pedig a taktikás, az is taktikás dolog. Na nézzük, oké. Akkor kezdjük az aranyvadászattal. Az a lényeg, hogy minél több aranyat kell kibányásznunk, ugye többet, mint a... sokkal többet kell, mint a többiek. Na, úgyhogy itt látjátok igazából, úgyhogy szerintem én arra fogok elmenni. És akkor ott fogjuk kiütni ezeket az aranyokat, sőt, én arra látok nagyon sokat, úgyhogy szerintem én ott kezdem el a dolgaimat. Úgy látom, hogy erre nem jár nagyon senki se. Úgyhogy én itt ütögetem ki őket. Az a jó, hogy egy idő után újra úgymond regenerálódik. Tehát itt valahol sokáig ütök ki valahol, akkor utána az automatikusan újra regenerálódik. Mint például ebben az esetben látjátok. Ezért én itt most minél gyorsabban kiütöm őket. Eddig összesen 44 aranyat ütöttünk ki, ami elég durva. Már 53-nál tartunk, úgyhogy szerintem ezt meg tudjuk nyerni. 2 másodperc van hátra, ezt is kiütjük, 55-öt. Én ki is írom, hogy 55. Nem tudom ki mennyit csinált, én 55-öt bírtam. Na, a blokkzúzó az vicces történet. Nekem az a taktikám, hogy először a földeket ütöm ki nagyon gyorsan, utána pedig csákányozgatok, illetve TNT-zgetek is. Így, és akkor innentől pedig elkezdem szépen ütögetni a földeket, mert annyi föld van, hogy egészen az 1 perc végéig el tudok lenni vele általában. Akkor ki kell ütni ezeket az aranyblokkokat is, és ezek is TNT-t adnak nekünk. Aja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 j
Egyelőre úgy állunk, hogy elsők vagyunk. Pontszámom az egyelőre ilyen 1000... Egyelőre, tehát mindjárt meg lesz a 2000. És meg is van a 2000, úgyhogy szerintem nagyon szép munkát végeztünk. Van hátra 10 másodpercünk. Azt a rohadt! Jó sokat elpusztítottunk, és jön a következő, ami a paintball lesz, ez nagyon
taktikás, ugyanis csak egymás mellé kell menni és lövögetni, és remélem, hogy meg is tudjuk ezt csinálni. És hogyha meg tudjuk csinálni, akkor, akkor valószínűleg, hogy itt is elsők leszünk. Na figyeljetek! Igen, gyerekek, ez a taktika. Még 35 másodpercig tart ez, és egyelőre elsők vagyunk. Úristen, mi van itt? Az utolsó 5 másodperc. És meg is vagyunk elsők. A második embernek 3 pontja lett, és nekünk ott felül 9 pontunk lett, tehát 6 ponttal előztük meg őket, úgyhogy skacok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Akkor igazából így élőben a Mansion fogunk legközelebb találkozni. Úgyhogy mindenféleképpen gyertek, akinek esetleg van jegye, vagy pedig biztosra tudja, hogy elérhető akkor. És akkor majd találkozunk, skacok. Úgyhogy ennyi lett volna a videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett, akkor toljatok egy lájkot és egy feliratkozást. Hellóka!